Ismét útnak indultak a Vörös Marti Rádió hírszerkesztői, műsorvezetői, hogy apró ajándékokkal lepjék meg a fehérváriakat. Az adventi időszakban minden héten 10 gömb vár arra, hogy valaki megtalálja őket a belvárosban. A Vörösmarty Rádió munkatársai nagyon szeretik a hallgatóikat, minden évben, egész évben együtt töltjük az időnket, vagy legalábbis virtuálisan, és arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne, hogyha megmutatkoznánk, még ha nem is arccal, hanem ilyen kis szimbólummal így karácsony idején, ezeket a díszeket el fogjuk rejteni ide a városba, és ez nekem egyébként azért jó, mert én általában mindent elveszítek, most tudatosan dughatom el ezt a dolgot, úgyhogy várunk mindenkit ide a városba. A rádió már nem először kedveskedik hallgatóinak, minden évben meglepik őket karácsony alkalmából, amit nagy örömmel fogadnak. Nagyon szimpatikus dolog, meg főleg az, hogy nem egy olyan, hogy leveszem a pultról, hanem még rá is van írva, hogy kitől kaptam. Nekem tetszik. A munkatársak segítségképpen néhány fotót is készítettek a helyszínekről, ahol jártak. Ezeket a közösségi oldalukon lehet megtekinteni. Ide várják egyébként azokat a szelfiket is, amiket a megtalálók készítenek a díszekkel.